Nagy-nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, és csatlakozom az előttünk mindenkit, akit tényleg azt beszéltük, hogy mindenkit föl kéne sorolnunk, mert mindenki nagyon értékes és fontos, és mindenki hozzáadott valami csodát az első gondolattól, hogy akkor valahol a könyvtár megszülessen, akik csatlakoztak hozzá és segítették. És az első néhány könyv, amiről nem tudunk semmit. Tudjuk majd, amikor megszületik, hogy könyvtár. De azelőtt voltak könyvek, kisebb, nagyobb gondolatok, üzenetek, és aztán egyre bővült, és egyszer csak azt mondták rá, hogy könyvtár. És az az ismeretlen is, aki az első könyveket összerakta, összepakolta, óvta, védte, és átadta nekünk. A könyvtárhoz nekem az két érzés kapcsolódik gyermekkoromból, az egyik a csönd, a másik a csoda. Az volt az iskolában, a faluban az a hely, ahol, mint a templomba, beléptél, nem beszélgetsz, befogod a szádat, csöndbe vagy. Engeded, hogy hasson rád. Engeded, hogy történjen valami. És a csoda, az mindig elámulta meg, amikor az volt egy nagy könyvtár, körülbelül úgy nézhetett ki, mint ennek az elődje így, és akkor oda bevetettem magam, és éreztem, hogy na, itt lehet keresni, itt lehet kutakodni. És mi van a könyvtárban? Tudomány és bölcsesség. És ez az életnek a mélye, a lényege. Minden ember titka. Egyik sem létezik a másik nélkül. A tudomány bölcsesség nélkül gyilkos. A bölcsesség tudomány nélkül tehetetlen. Csak együtt tud. És ez a könyvtár mélye, lényege. Mert vagy tudományt, vagy bölcsességet kapok, találok benne, de mind a kettőre szükségem van. És egyre kevesebbet járunk könyvtárba, mert egyre kevesebbet találkozunk. És van egy könyvtár, az élet, egy család, egy közösség, amikor emberek leülnek, és a bennük lévő könyvtár anyagát, gazdagságát megosztják. Mindenkiben van tudomány, és mindenkiben van bölcsesség. Ez a kollektív tudásunk nagy titka. És egyre kevésbé meséltetjük az öregeket, és analfabétává válnak a fiataljaink. Mert a könyvtárat nem nyitották ki neki, vagy nem léptek be nagymama, nagyapa, apa, anya könyvtárába, hogy ott az életről a tudománynak és a bölcsességnek a gazdagságát elnyerjék. És most, hogy elkészült ez a könyvtár, és hogy átadjuk, és lehet a tudományt és a bölcsességet keresni benne és megtalálni, nagyon fontos, hogy jusson eszünkbe mindnyájan. Hálásak vagyunk azokért a könyvtárakért, akiknek életének, szívében, gondolatában a bölcsességet és a tudományt tanultuk, megkaptuk, és most mi ezt adjuk tovább. De sokszor le kell ülni csöndben, egymás társaságában, barátságában, hogy ez úgy erősödjön, gazdagodjon. Vörös Marti azt mondja, a természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, mert benne az Istennek képe leírva vagyon. Ez a természet szó, ez egy csoda, hogy ő ezt megtalálta. Mi a természet? Minden, ami körülvesz bennünket. A másik ember. Magam. Örök könyvét forgatni ne szűnjél. Mert mire találsz rá? Istenre. És ha nem találunk egymásra, nem találunk a tudomány és a bölcsesség gyönyörű gazdagságának teljességére, akkor nem találunk Istenre, mert anélkül meg üressé válik. Amikor most hálát adunk, én nagyon-nagyon nagy hálát mondok és adok mindenkiért, aki ennek részese, aki megálmodta, elindította, én nem biztos, hogy mertem volna ezt így elindítani, abból, amit itt tudok, hogy mik voltak, és hogy miből lehet majd valamit teremteni, de ez egy csoda és ajándék. Vigyük magunkkal. Ott a szívünkben. Ezt a könyvet újra és újra kinyitjuk. József Attilának a Thomas Mann üdvözlése, azt gondolom, mint egy profécia,
a mai korra, mai napra, erre az alkalomra, hogy a fizikai könyvtár, a fizikai tudomány és a fizikai bölcsesség mellé az életnek, a mindennapjainknak, a hétköznapjainknak nagy-nagy tudományát és nagy-nagy bölcsességét oda kell tennünk. És ránk várnak barátok, családtagok, kollégák, hogy felfedjük életünk könyvtárát, életünk gazdagságát, hogy aztán mi is tanuljunk az ő könyvtárukból. Akikkel őszintén, komolyan, mélyen beszélgettem, vagy csak azért jöttek, hogy feltárják a szívüket, a fájdalmukat, megmutassák a keresztjüket, még senkivel nem beszéltem úgy, hogy ne tanultam volna tőle. Hogy ne lettem volna több és gazdagabb. És ez az a gazdagság, ez az a csoda, amit a fizikai, a lelki, az emberi világban megélünk. József Attila így ír, és bízom benne, hogy az én szívem is mindjárt egy kicsit a mai napra, a mai életünkre rátalálunk. Párnás szavadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyig, most temettük el szegény Kosztolányét, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, honnan úszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol felolvashatol? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre nehezebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen, és mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt egy európait. Köszönöm szépen!